Magyarországon 2003 óta adják át a Prima Primissima díjat, melynek célja a magyar értelmiség szellemi eredményeinek megőrzése, a hazai tudomány, művészet, kultúra és sport fejlesztésének erősítése, egy olyan hatalomtól és politikától független kitüntető cím adományozásával, melynek megkérdőjelezhetetlen értéke van a közvélemény szemében. A Prima Primissima díj 2005-ben kiegészült a területi Prima díjakkal is, így mára az ország egész területén önálló elismerésben részesülhetnek a szellemi élet, a kultúra, a tudomány, a művészet és a sport megyei legjobbjai. Az idei évi díjkiosztó gálán három celldömök is elismerést vehetett át, közülük az egyik, dr. Kovács Zoltán, alsóságházi orvosa, önkormányzati képviselő dupla díjazást is magáénak tudhat, hiszen egyrészt, mint a magyar tudomány kategória győztese részesült kitüntetésben, másrészt pedig megnyerte a Vasnépe hasábjain közzétett közönség szavazást. Dr. Kovács Zoltán celldömölk alsóság házi orvosa 1960-ban született Ungváron. Érettségi után az Ungvári Állami Egyetem orvostudományi karára nyert felvételt, ahol 1984-ben általános orvosdoktori oklevelet szerzett. Egyetemi évei alatt éjszakai műszakban ápolóként dolgozott. 1987-ig Salánk község körzeti orvosa volt, majd három évig intenzív terápiás orvosként szolgált az Uszinszki mentőknél, az északi sarkör közelében. 1991-től 2002-ig Vönöck házi orvosaként dolgozott, közben a Semmelweis Egyetemen házi orvosi szakképesítést szerzett. 2003-tól napjainkig Celldömölk alsósági város részének házi orvosi feladatait látja el, emellett a központi orvosi ügyelet szervezése is az ő dolga. Mentorként részt vesz a Pécsi Tudományegyetem és a Semmelweis Egyetem rezidenseinek képzésében. Nagyszerű, lelkiismeretes orvos. Munkáját a betegek teljes megelégedésére végzi a nap 24 órájában. Gyerekkorában három hetet feküdt fertőző osztályon. Az ápolók és orvosok tenni akarása, gyógyulásért folytatott küzdelme inspirálta arra, hogy maga is orvos legyen. Választását sosem bánta meg. Emlékszik minden megmentett életre, a negatív élményekből pedig igyekszik tanulni. Igazi házi orvos, aki példa lehet bárki számára. Humánus ember, fáradhatatlan és elhivatott. Betegeiért mindent megtesz. Vallja, szakmája attól szép, hogy visszaadhatja az ember legféltettebb kincsét, az egészséget. Orvosi hivatása mellett részt vesz Celldömölk város önkormányzatának vezetésében, mint választott képviselő. Nagy megtiszteltetésnek veszem, hogy egyáltalán itt lehetek. Nem mertem remélni, tavalyi év 20-as év elején, hogy a tavaly szerencsétlenül elmaradt Prima díjon ott lehetnék. De idén ez összejött, és újabb motivációt ad a munkámhoz. Meg szeretném köszönni mindenkinek, aki a Vasnépe hasábjain a Valon rám tette a voksát, bizalmat szavazott, és szeretném ezt meghálálni munkámmal. A Magyar Színház és Filmművészet kategória jelöltje volt Pesti Arnold, a Solt és Lajos Színház társulat vezetője, aki a kategória győzteseként került ki a versengésből. Pesti Arnold tanár, a celldömölki Solt és Lajos Színház tagja, ízig-vérig színházi ember. Nem csak nagy tehetséggel műveli a színészetet, de szervezi és formálja is a színházat, amely lételeme. Ez a második otthona, amely már 10 évesen befogadta és szárnyai alá vette. Ekkor kezdte meg színházi tanulmányait a Soltis Színház gyerekstúdiójában. És ma, 18 év elteltével, ő a Színházat Működtető Művelődési Egyesület alelnöke, valamint a társulat vezetője. Aktív szerepet vállal saját színháza gyerek- és ifjúsági stúdiójában, színi iskolájában, ahol a mesterség alapjaival ismerteti meg a gyerekeket és a fiatalokat. Részt vett egy nevelő otthonban élő gyerekeknek szánt színházi nevelési program kidolgozásában, ekkor fordult érdeklődése a pedagógia felé. Így lett a tanítás a másik hivatása. Történelmet, testnevelést és drámapedagógiát oktat a Celldömölki Általános Iskolában. A színházban és az iskolában is ugyanaz motiválja. A kíváncsiság felkeltése, a tudás iránti vágy átadása, a nevelés, a képességfejlesztés és az állandó megújulás, melyek révén nap mint nap megélheti, hogy hatással lehet a közösségre.
Tehetséges és érzékeny színész, akiben megvan az alázat és elszántság, a nyitottság és a játékosság. Ez teszi olyan emlékezetessé rendkívül nagy távolságokat bejáró, nem egyszer szakmai elismerést, díjakat hozó színpadi alakításait. A Vaknyugat Coleman Connoryától a Szent Iván éjjállom Oberonján, Tézeuszán át a Lilion fi cím szerepéig. Ezzel együtt határozottság, komolyság, jó szervezőkészség és higgadtság jellemzi, amely alkalmassá teszi a társulat vezetésére. A Soltis Lajos Színház az alternatív színházi szcéna megkerülhetetlen, fesztiváldíjakkal honorált szereplője. Ennek a sokszínű, eleven szervezetnek a fenntartásában nagy szerepe van Pesti Arnoldnak, aki a legjobb szakemberektől tanult, és az elmúlt 18 évben maga is a legjobb színházi emberek nyomdokaiba lépett. Óriási megtiszteltetés, itt lányos zavaromba, még nem is rám a szavakat, pedig nyilván értesültem az eredményről már néhány hónapja. Hát fiatal korom ellenére nem is gondoltam volna, hogy egyáltalán szóba kerülhetek a jelöltek között, és aztán utána elgondolkodtam, hogy így a 30-at súrolva azért már nem is vagyok olyan fiatal, és akkor kicsit ez úgy elkeseríthet, de természetesen nem annyira, hogy mondjuk ne örülnék a jelölésnek magának, és annak, hogy kategória győztesnek mondhatom magamat, és mindez megerősít abba, hogy ez az elmúlt 20 éves tevékenységem, és az a sok befektetett munka az azért kifizetődő, és örülök neki, hogy a Vállalkozók Országos Szövetségének Vas megyei szervezete méltónak talált a díjra, a jelölésre, és hogy meg is szavazta kategória győztesnek, és ez megerősít a mindennapi munkában, és nagyszerű visszaigazolás mindannak, amiért próbálok kis városunkban tenni, vagy amiben tevékenykedem. A Vállalkozók Országos Szövetségének Vas megyei szervezete által minden évben odaítélésre kerül az év megyei vállalkozója díj is, melynek 2021 évi elnyerői közt Bertala Robertet, a Full Color 2000 Kft. Ügyvezetőjét is köszöntötték. A Bertala Robert vezette Full Color 2000 Kft. Éppen 20 éve van jelen a hazai piacon. Kezdetben családi házak belső festésére szakosodtak. Ma már homlokzatfelújítás, homlokzatszigetelés, hőszigetelés területén is kiváló szakmai sikereket érnek el. A családi házak kivitelezése mellett számtalan lakó és középület, templomok, lakótelepek kaptak új színt, formát a társaság alkalmazottainak, alvállalkozóinak szorgalmas, precíz és lelkiismeretes munkája által, elsősorban Celldömölkön és Sárváron. Nagy hangsúlyt fektetnek az elvégzett munkák utógondozására és a garanciális karbantartásokra is. Folyamatos, ugrásszerű fejlődés, saját erős investálás, professzionális ipari géppark, képzett szakembergárda, töretlen hittel gondolkodó cégvezetés áll minden nap készen arra, hogy megrendelőik megelégedettségére végezzék munkájukat. Használják a folyamatosan megújuló technikákat, alapanyagokat és az építőipari piac kínálta lehetőségeket. A környezettudatos gondolkodás, a hőenergia hatékony felhasználása egyre inkább előtérbe kerül, ennek szellemében keresik a legjobb megoldásokat. Az ország szinte minden megyéjében letették névjegyüket. A kezdetben két fővel induló cég ma 12 család megélhetéséhez járul hozzá. A hasonló tevékenységi körű vállalkozásokkal nem konkurenciaharcban állnak, hanem segítik egymást. A töretlen bizalom, az évek előre haladtával állandóan bővülő vevőkör, a több évre előre lekötött munkák mind-mind azt bizonyítják, hogy a 27 évvel ezelőtt iskolapadból kikerült tanulót mesterei a legjobb útra terelték az átadott szaktudásukkal. Erre az alapra kisebb külföldi kitérővel Bertalan Róbert olyan további ismeretekre tett szert, amivel a Full Color 2000 Kft. Büszkén ünnepelheti 20. születésnapját. Megmondom őszintén, hogy nem számítottam rá, de nagyon szépen köszönöm itt mindenkinek, tehát aki partnerek voltak ebbe és támogattak az úton, de viszont itt az elismerés nem csak engem érint, hanem ezt a csapatot, tehát itt a kisfilmben le volt játszva ez a dolog, hogy tehát igazából itt ez egy olyan, mint egy kis család. És igazából ők hozzák meg ezt az egész dolgot, tehát ő általuk van ezek a szép épületek, szép házak, tehát úgy készülnek el, hogy nem csak rajta múlik, ez egy komplett csapaton múlik ez az egész. És ez az elismerés őket is érinti, nem csak engem. Éves szinten nem gondoljuk azt, hogy már a holnapra, hogy egy ilyen primadíjra bejelölnek bennünk, viszont itt biztos, hogy jobban fog dübörögni a csapat, ezután még jobban,
mert ugye látják azt, hogy egy olyan háttér van mögöttük, ami 21 éve, itt fogtuk Kisfinnbe is, 21 éve működik, tehát igazából hála Isten jó működő cég, és ebből kifolyólag jól is fogják ők folytatni tovább is a munkájukat.